Visszatérhettek a sízők az olasz pályákra, közel 2 év lezárás után. Szombaton hivatalosan megnyitották a síszezont Olaszországban, ahol 2020 márciusa, a koronavírus járvány kezdete óta minden sípályát bezártak. A tavalyi szezon így teljesen kimaradt. Végigfut a hideg a hátamon, mert 2020 március 8-án, a híres március 8-án hagytuk el a pályákat, és rohantunk Rómába, mert minden le volt zárva. Közel 2 évig tartott, nagyon boldogok vagyunk és meghatódottak vagyunk, mondta egy nő. A Dolomitokban is megnyitottak a sípályák, de a térség síterepeit kezelő szervezet szerint nem lehet kizárni az újabb leállást. Fontos, hogy használjuk a rendelkezésünkre álló fegyvertárat, oltassuk be magunkat, tartsuk be a szabályokat, használjuk ki a zöld útvonalakat, és akkor ezzel potenciálisan lezárás nélkül is meg tudjuk oldani a szezont. De mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy eljöhet akár a lezárás is, mondta a sípályák vezetője. Olaszországban az Ausztriával határos Dél-Tirol tartományban a legalacsonyabb az oltottsági arány, ami miatt a hatóságok 20 városban is szigorú korlátozásokat vezettek be.